Sziasztok! Anna Mé vagyok. Csodálatos év van mögöttünk. Ebben az évben nagyon sok filmet vettünk föl veletek, csodálatos gyógyulásokról. Amikor ti mondjátok el, hogy milyen gyógyíthatatlan betegségekből gyógyultatok meg, vagy hogyan mozdult ki az életetek egy holdpontról, amiről úgy tűnt már, hogy nincs onnan kiút. Köszönjük szépen, hogy részesei lehettünk ezeknek a csodáknak. De gondoltatok-e már arra, hogy ez csak a felszín? Hogy ez valaminek csak a mellékterméke, és ez a valami, ez egy magasabb energiaszint. Ahogy magasabb energiaszintre kerültök a gyakorlás által, meg lehet érezni azt, hogy azok az elakadások, amik betegséget tartottak fönn, vagy az életetekben valamiféle megrekedtséget, hogy azok, amikor kitisztulnak, akkor meg lehet érezni, hogy minden megváltozik. Meg lehet érezni, hogy élővé váltok. Nekem is van egy ilyen történetem. Nekem volt egy olyan átalakulásom, ami 40 napig tartott. Ebben a 40 napban nem ettem és nem ittam. És az az energia, amivel az óráinkon is találkoztatok, biztos láttátok már, hogy gyakorlás közben van, akit megmozdít ez az erő. Engem is ugyanígy mozgatott. Ez a 40 nap, hogyha emberi szándékból jött volna, úgyhogy ne próbáljátok ki, mert nem ez a követendő út, akkor mindenképpen a halálhoz vezet, mert hogyha valaki nem eszik és nem iszik 40 napig, akkor ez meghal. Ha az égi szándékból jön, akkor ez máshogy van. Mégpedig úgy, hogy át lehet szellemíteni az anyagot. Ez egy nagyon más tudatállapotot hozott, és egy nagyon más testi állapotot is. Ebben az átalakulásban megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor valaki élővé válik. Jézus azt mondja, hogy az élőkhöz jött, és nem a holtakhoz. Sőt, azt is mondja magáról, hogy élni fog. Annak ellenére, hogy megölték, mégis él, és itt jár köztünk. És nem hazudott, annak ellenére, hogy az emberek általában nem találkoznak vele, vagy nem találják, ő még élő. Csak egy magasabb energiaszinten, amikor az ember szintén élővé válik, akkor lehet vele találkozni. Ilyenkor ez a találkozás szemtől szembe történik, ez ugyanolyan, mint amikor találkoztok egy másik emberrel. Emberi energiaszinten, emberként egy másik emberrel találkozni egy ismerős élmény. De ha magasabb energiaszinten vagytok, élővé váltok, akkor találkozhatok azokkal, akikről egyébként csak gondolkoznátok, vagy elméleteket gyártanátok, a szellemi világgal, a szellemi világ magasabb oktávjával, akik a Földünkért dolgoznak. Úgyhogy amit teszek, az nem emberi szándékból jön, nem emberi ambícióból, hanem abból, hogy feladatot kaptam. Folyamatosan kapcsolatban vagyok Jézussal és a szellemi világgal. És ezek a feladatok meghatározzák azt, hogy hogyan tanítok, hogy hogyan élem az életem. Az egység fél év nem sokára itt van, februárban kezdődik. És ez az egység fél év, ez tulajdonképpen már érezteti a hatását. Arról szól, amivel kezdtem is ezt a beszélgetést, hogy mi van akkor, amikor már letetted a terheidet. Lehet érezni, hogy akkor kinyílik a világ. Akkor lesz annyi erőt, hogy tegyél másokért. Már ne csak magadért, de másokért is, és az országunkért is. Az egység fél év témája az lesz, hogy Magyarországért hogyan vagy képes tenni. Hogyan tudod magad megemelni? Először magad, aztán ezt a talpalatnyi földet, amin állsz. Aztán meg az egész országot. És nyilvánvalóan látszik, hogy a belső világból fakad a külső világunk. Amilyen a belső világod, olyannak tapasztalod a külvilágot. Erre az én életem nagyon jó példa. Súlyos betegen születtem, bántalmazó családban. Az a mantra, amit a legtöbbször hallottam, az volt, hogy miért nem haltál meg, amikor megszülettél. És ennek megfelelően nem is értékeltem az életemet semmire. Nagyon súlyos betegségeim lettek, és végül hajléktalan lettem, amikor elmenekültem otthonról. A belső világom nem volt rendben, és a külső világom ezt tökéletesen le is követte. Lehet érezni, hogy ahogy az ember elkezd dolgozni a belső világában, hogyha igazán hatékony ez a módszer, akkor képes arra, hogy a belső világ a gyógyulásra kihasson a külvilágra. Ha te rendben vagy, akkor Magyarország is rendben van. Amikor neked megszűnnek a nehézségeid, amikor lekerülnek a válladról a terhek, akkor jön el az ideje, hogy tegyél másokért. Tegyél először az országért, és aztán majd az egész világért. Ez a feladat, amit kaptam, hogy ebben együtt legyek veletek. És biztos érzitek, hogy ez nem csak rólam szól. Ez nem arról szól, hogy van egy ember,
aki meggyógyult, és érdekes élete van, vagy csodáknak válik tanuljává nap, mint nap. Ez rólatok szól. Arról szól, hogy magatokat hogyan tudjátok megemelni, hogy élővé váljatok, és amikor már élők vagytok, akkor kezdődik az élet igazán. Akkor mit tudtok tenni másokért? Az, hogy ez a feladat Magyarországról szól, az nem kirekesztő. Ez a feladat neked szól akkor, hogyha magyar vagy és itt élsz, de akkor is, hogyha külföldön élsz és magyar vagy. Sőt, akkor is, hogyha más nemzetiségű vagy, de itt élsz az országunkban. Sőt, ha nem élsz itt, csak szimpatizálsz ezzel az országgal, akkor is. Sőt, ha csak azt szeretnéd, hogy ez a Magyarországról kiinduló változás elérje a te országodat is, és az is átfényesedjen, mert hogy nem lesz megállás, az egész világot be fogja ragyogni ez a fény, ami innen indul el, a talpunk alól, akkor neked szól ez a feladat. Meditációkat fogok tartani az országért, és nagyon szeretném, hogyha csatlakoznál hozzám. És gyakorlataink is lesznek, olyan gyakorlások, amik emelik a fényét. Az, hogy élővé válsz, ez azt jelenti, hogy van hatóerőd. Ez azt jelenti, hogy ezzel a hatóerővel szavazhatsz, ezt az energiát befektetheted valamibe. És nagyon szeretném, hogy ez a valami a világunk lenne. Úgyhogy figyeld azt a fényt, ami kiárad belőled a gyakorlás hatására. Figyeld, hogy átfényesíti a körülötted élő embereket és az egész országot. Végső soron az egész világot. Jó munkát kívánok ehhez, és köszönöm szépen, hogy a társam vagy ebben. Nagyon szeretlek benneteket. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!